Lenik igazgató. Véder nagy úr? Látom, felkavarta valami. Nem, csak szorít az idő, és még rengeteg tennivaló vár rám. Igazán sajnálom. Én viszont rengeteg mindenre várok magyarázatot. Megalkottam az uralkodónak a halálcsillagot. Muszáj fogadnia engem, mert mindenképp meg kell értetnem vele, hogy milyen elképesztő ez a fegyver. Az már bebizonyosodott, hogy elképesztően nagy gondokat tudok hozni. Elpusztult egy város, és nyíltan megtámadtak egy birodalmi bázist. Tarkin kormányzó akart fegyverkísérletet. Nem azért hivattam, hogy áskálódjon, Krennic igazgató. Nem, én... Nincs semmilyen halálcsillag. Értesítettük a szenátus, hogy a Jedi bánya szerencsétlenség során semmisült meg. Igen, nagy. Levegőt se vegyen, amíg nem tudja garantálni az uralkodónak, hogy Kéren Őrszó semmilyen módon nem szabotálta ezt a fegyvert. Szóval még én parancsolok? Beszél majd az uralkodóval a... Legyen óvatos, nehogy a torkán akadjon a becsvárja, igazgató. Krennic igazgató. Véder nagy úr? Látom, felkavarta valami. Nem, csak szorít az idő, és még rengeteg tennivaló vár rám. Igazán sajnálom. Én viszont rengeteg mindenre várok magyarázatot. Megalkottam az uralkodónak a halálcsillagot. Muszáj fogadnia engem, mert mindenképp meg kell értetnem vele, hogy milyen elképesztő ez a fegyver. Az már bebizonyosodott, hogy elképesztően nagy gondokat tud okozni. Elpusztult egy város, és nyíltan megtámadtak egy birodalmi bázist. Tarkin kormányzó akart fegyverkísérletet. Nem azért hivattam, hogy áskálódjon, Krennic igazgató. Nem, én... Nincs semmilyen halálcsillag. Értesítettük a szenátust, hogy a Jedi bánya szerencsétlenség során semmisült meg. Igen, nagy. Levegőt se vegyen, amíg nem tudja garantálni az uralkodónak, hogy Kéren Őrszó semmilyen módon nem szabotálta ezt a fegyvert. Szóval még én parancsolok? Beszél majd az uralkodóval a... Legyen óvatos, nehogy a torkának adjon a becsvágya, igazgató.